Az Apollo mozi, ahol az én filmklubom működik most már több mint egy éve, és ahol én kezdtem a filmklub vezetést a 70-es években, nagyon szívemhez nőtt, számomra nagyon fontos ennek a mozinak, mint az egyetlen megmaradt művészmozinak a léte és fennmaradása. Ételünk és életünk, ezt a címet adtam neki, és rögtön tudtam, hogy a Babett lakomája című Oscar-díjas film lesz az, amivel itt a vendégeket, akik jönnek, egyrészt vizuálisan, a szemmel evésnek az örömével, és aztán utána az étkeknek az ízével, a közös evésnek, a szeretett vendégségnek az érzelmi töbletével fogjuk ezt az élményt reményeim szerint teljesíteni. A Babett és az Apollo mozi úgy kapcsolódik össze, hogy a közösség teremtésnek, a közös filmnézésnek az együttes élményét egy olyan bennünket, aki ennek a klubnak a régi tagjai vagyunk, meg az újak is, a fiatalok is, valamilyen összetartozás élményt teremt az, hogy együtt látunk egy filmet, együtt sóhajtozunk, nevetünk, sírunk, felháborodunk a mozi élményén. Az első vetítésnek a témája volt az ezerízű szerelem, az evés, étkezés, oralitás és a közösség szerveződése, a közösség összetartozásának a hangsúlyozása, és így kapcsolódik ez a filmklubhoz, az is egy olyan közösség. Más, mint a passzív mozi nézési befogadási helyzet, hogy itt mi beszélni fogunk. Időnként megállok, és akkor beszélünk arról, hogy kit mi ragadott meg, a főzés, az előkészületek, kire hogy hatnak, egyáltalán felismerjük-e, hogy mit főz Babett. Tehát beszélni fogunk arról, és ez is fokozza, erősíti ezt a közösségérzést. Látni azt, hogy hogyan készülnek az ételek, meg hogy örülnek, meg az ízeknek az élvezete, az egy nagyon fontos rezonálás. Visszajelzi azt, hogy itt most valami különleges történik velünk. És amikor látjuk az evést, az étkezést, a főzést, akkor bennünk is megindul az éhség, a vágy, az étvágy. Szeretettel várjuk azokat, akik érdeklődőek az én filmklubom tagjait, de mindenkit, aki szereti a jó filmet, szereti az orális örömöket, a főzést, hiszen a felhívásban az is szerepel, hogy nem csak mutatjuk, hanem kínáljuk is a moziba jövőket jó borral, itallal, és mindenki hozhat is kedvenc ételt, olyasmit, amit szívesen hoz a közös asztalra.